egy sürgősségi szimulációt fogtok látni. Ilyen bemutatón is részt vehettek azok, akik ellátogattak a Pécsi Egyetem egészségtudományi karának nyílt napjára. Ezt a szimulációt a mentőtiszt szakirányon tanuló hallgatók végezték el. A pályaválasztók között már olyanok is voltak, akik biztosan tudják, hogy ezen a szakon szeretnének tovább tanulni. Én ugye még már dolgozok egészségügybe, és szeretném magasabb szinten megtanulni azt, amit eddig csináltam. Én ugye OK 55 ápoló vagyok, és szeretném ezt magasabb szinten csinálni. Mentőtisztire azért jelentkezek, mert széles tudást ad, és sokat lehet tudni, tanulni. És alapból tetszik ez a szakma. A bemutatót bár az egyetem hallgatói vezényelték, a felvételiző diákok is kipróbálhattak több modern eszközt is, miközben megismerkedtek a hivatással. Azért hoztunk ide kicsit bemutatni a diákoknak, hogy mégiscsak az egészségügyi ellátásnak az egyik kiemelt sarokpontját láthassák, és egy kicsit részt tudjanak venni benne, illetve kipróbálhassák az ehhez tartozó modern eszközrendszereket, mint légútbiztosítás vagy az elektroterápia, amit ez esetben alkalmazni kell. Még számos más bemutatón is részt vehettek az érdeklődők, az egészségtudományi kar valamennyi kurzusa képviselte magát. A nyílt napon arra is felhívták a figyelmet, hogy a magyar hallgatók körében nagyon népszerű az egyetem ezen kara, hiszen minden ötödik fiatal, aki a Pécsi Egyetemre jelentkezik, az ETK-t választja. Mint azt Ács Pongrád dékántól megtudtuk, a magyar egyetemek között az egyik legszélesebb szakportfólióval rendelkezik az egészségtudományi kar. Nem csak az egészségtudományban, hanem a sporttudomány területén is BSC és MSC képzéseink vannak. Természetesen a szakok között is van kedvenc, ugye ami a hallgatók számára a legpreferáltabb, ide tartozik többek között a gyógytornász képzés, illetőleg ugye a dietetikus képzés, illetőleg a mentőtiszt képzés is nagyon-nagyon népszerű. A dékán kiemelte, hogy az itt végzett diplomás szakemberek magas arányban helyezkednek el szakmájukban. Hozzátette, hogy a koronavírus miatti veszélyhelyzetben is megállták a helyüket a pécsi egészségügyi hallgatók.